Az Árnyasliget lakóparkban tartott fórumon merült fel az igény a lakóövezet és a bevásárlóközpont közötti útszakasz veszélyességének megszüntetésére. Tóth Róbert, a terület kormánypárti önkormányzati képviselőjelöltje, a lakók kéréseit meghallgatva meg is tette a szükséges lépéseket, hogy biztonságosabbá tegye az egyébként csendes, nyugodt lakópark környezetét, hiszen a gyorshajtók nem csak az út mellett haladást, hanem az átkelést is megnehezített. A lakossági kezdeményezésre egy támogatói aláírásgyűjtést szerveztünk meg, illetve a Biocom Nonprofit Kft.-vel egyeztettünk az útszakasz baleset veszélyes jellegének a megszüntetésével kapcsolatban. Az eredmények minket igazolnak, úgy tűnik, hogy ez sikerült első körben 3 darab sebességkorlátozó táblával, illetve 2 darab fekvőrendőr telepítésével ezt a problémát megoldani. A területen élő több száz lakó nagyon örül a forgalomlassításnak, és további igényeket, problémákat is megfogalmaztak, amiket természetesen szintén meghallgatott a képviselőjelölt, és ahogy tudja, orvosolni is fogja azokat. Én egyetlen egy dolgot szeretnék, ha még lenne, hogyha a rendőrök egy kicsit jobban odafigyelnének a tiltott helyen való parkolásra, mert ugye tényleg nagy a parkoló létszámú autó, de mindenki a lehető legrosszabb helyen áll, és ugye itt a kihajtás a lakótelepről, való kihajtás az egyetlen egy olyan, ami egy kicsit rontja a helyzetet, de ha ezt megoldják, akkor itt csodálatos nyugalomban béke. Tóth Róbert hozzátette, a fejlesztés folytatódik, hiszen járdát építenek és zebrákat is felfestenek a közeljövőben, hogy még biztonságosabbá tegyék a lakóparkot. A terület természetesen a városi fásítási programból sem maradt ki.